Fradi és után az Újpest várma az Ujjanc Mac Budapest csapatára a a legtöbb gólt szerezve a Gárda második a tabellán a címvédő jegesmedvék mögött, akiket még nem tudtak elkapni az alapszakaszban. A Mac soraiban ott van a fehérváron 8 év után átigazoló válogatott Tokai Viktor. Most őt kérdezzük az eddigiekről. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! 8 év részvétel után nem hiányzik, vagy mennyire hiányzik az Liga? Mondhatom azt, hogy személy szerint is egy picit hiányzik, és a csapatnak is hiányzik, hiszen az, hogy ez a két csapat a Móligában kiemelkedik a mezőnyből, az azt jelenti, hogy igazából ez a két csapat tud egymással versenyezni, és arra volna szükség ahhoz, hogy tovább fejlődjünk, hogy minden nap, vagy legalább egy héten kétszer-háromszor kiérezett csatákat játszunk, mint amilyen csatákat játszunk mi most a Miskolccal, és akkor egy kicsit jobban meg tudnánk indulni, és ez a Móliga is egy kicsit jobban meg tudna indulni. Úgyhogy ebből a szempontból a személy szerint egy picit nekem is hiányzik, és a csapatnak is, és magának a ligának is, én azt hiszem. Tehát még kéne néhány Miskolc és Mac a Móligába, vagy a Miskolcnak és a Macnak kellene majd szerűtni az a ligába? Hát ez egy jó kérdés. Ahhoz, hogy a magyar ékorunk fejlődjön, ahhoz mindenképpen az szükséges, hogy egy nagyon jó magyar bajnokság. Tehát mond, akkor inkább összeraknám a kettőt, és egy Tudom, hogy ez kicsit lehetetlennek tűnik és hangzik, de inkább egy ilyen ebelszintű magyar bajnokság lenne a legmegfelelőbb. Azt hiszem, ahol a, a magyar fiatalok tudnak érvényesülni, hiszen láttuk itt a hétvégén volt az a korcsolyázós történet a műjégen. Hát 800 gyerek kergette a korongot, és azt gondolom, hogy ez messze volt még a, a, a teljes kerettől, ami az utánpótlást illeti. Az EBEL és szervezettsége és anyagi háttere mellett belátható időn belül meg lesz ez a perspektív? vagy ugyanan erejű magyar központú ligát is lehet szervezni mellette, szerinted? Hát ez nagyon nehéz, gondolom. Itt infrastruktúra szempontjából ezt mindenféleképpen ki kell építeni, illetve hát azért ehhez nem kevés anyagi forrás bizony. is szükségeltetik, hogy ezt mind klub szinten vagy a klubok szintjén, mint pedig szövetségi szinten, úgyhogy rövid távon erre azért nem nagyon látok esélyt, arra inkább, hogy esetleg egy vagy két magyar klub csatlakozhasson az ebelhez és már az is egy óriási, egy előrelépés. Hát bizony, a, a két élklubunk az ott kopogtat az osztrák ligában, játékosként meg fogod még érni? Hát ebben nem vagyok teljesen biztos, de én azt hiszem, hogy, hogy, ha bármikor, akkor most van a Marca legközelebb ahhoz, legalábbis az elmúlt évek tekintetében, hogy csatlakozhasson magához az ebelhez, hiszen volt már rá szó, vagy volt már róla szó, hogy ez megtörténik, vagy megtörténhet. Most viszont az ebel is szeretné, hogyha több csapat lenne, és a bővítés mellett tette a voksát, úgyhogy kíváncsian várjuk azt, hogy mi fog történni majd itt az uborka szezonban. Egyébként megérte a MAC fiatal, fiatalos csapatához igazolni? Jó gondolat volt így az eddigiek alapján? Abszolút. Nagyon jól érzem magam, és hát a csapat is, azt hiszem, hogy az eredmények is önmagáért beszélnek, hiszen egy első éves Móliga tagságnál ennyire kiemelkedni a mezőnyből, és ennyire jól összerakott csapattá válni azért nem egy egyszerű feladat. Azt hiszem, hogy nagyon jó karakterek és játékosok alkotják mind az edzői stábot, mind pedig a játékos keretet, úgyhogy egyelőre azt hiszem, hogy mindenki, aki részese ennek, az nagyon jól érzi magát, és szeretnénk nagyon támadni. Na most, amikor Majoros Gergely a régi harcos társ, játszótárs barát hívott, akkor már láttad a négy sort vizsgálva, hogy ilyen erős csapat fog összejönni az első szezonra? Nagyon nehéz volt a kezdet, ugye abból a szempontból, hogy a a Molliga azért kivárt ezzel, hogy felveszem minket, illetve a fehérvári alakulatot ebbe a Molligás történetbe, és egy kicsit későn kaptuk meg a lehetőséget ahhoz, hogy játékosokat szerezzünk, vagy megszerezzünk inkább, de, de azt hiszem, hogy megvolt a csapatnak a magja, és az szinte biztosíték volt arra, hogy ebből egy jó történet születik, vagy születhet. Most Viktor, neked mennyiben más ebben a közösségben, ebben a közegben a szereped mint Fehérváron volt? Én azt hiszem, hogy sokkal, sokkal nem, hiszen itt is megszavazták nekem a csapatkapitányi bizalmat, úgyhogy talán annyi a különbség, hogy sokkal több a fiatal, mint mondjuk Fehérváron. Egy kicsit abban a szempontból több feladat hárulhat rám, hogy ugye őket terelgetni kell, és hogy is mondjam csak, tehát a szárnyom alá kell őket venni, és egy kicsi utat is és példát is kell mutatnom, egyrészt a magatartással, másrészt pedig a hozzáállással, és hiszen ők junior-korú játékosokról van szó, akik most éppen próbálnak följönni a felnőttbe, illetve próbálják megizlelni a profi sportnak a, a lehetőségeit, úgyhogy ebből a szempontból úgy nagyon nem változott a történet, és még egyszer hangsúlyoznom kell azt, hogy nagyon jó srácokból áll ez az alakulat, és, és mindenki tanulni akar, és mindenki hozzá szeretné tenni a magáét, hiszen ebben azért most potenciálisan azért lehetőség van, mert azt hiszem, hogy Magyarországon most jelen pillanatban mi edzünk a legjobb körülmények között. Na most, ahogy azt az elején is említettem, eddig ti a Ligában legtöbb volt szám szerint 212-nél jártok. Ez eligazít-e eligazít -e minket abban, hogy hosszabb távon is egy karakterében, támadásban erős csapat alac? lesz a Igen, egyelőre úgy tűnik, hogy a gólövéssel nincsen olyan túl nagy problémánk, hiszen a, a három gólövő csatárunk az ott van a Móliga élén. Igen. Tehát ugye McDonald meg is döntötte ezt a bizonyos Móliga rekordot, és én azt hiszem, hogy talán el is fogja érni ezt a 100 pontos álomhatárt, hogyha a rájátszásba is úgy fog neki menni a gólszerzés. Igen, egy picit a védekezésben kellett összeraknunk magunkat, hiszen ott voltak azért lukak, hézagok, és mindenki inkább támadni szeret, de, a, de az eredményes és, és hosszantáv, hosszú távon eredményes az alapja az a jó védekezés. Ez azt hiszem minden csapatjátékban így van, és ezen még azért én azt hiszem, hogy van még mit csiszolnunk, de hát ezen dolgozunk, és bízom benne, hogy ez, ez sikerülni fog. E, Áltatok a tabella élén is, kialakult ugye a páros versengés. Mivel lehet legyőzni a jeges mikor lesznek legyőzhetőek a mackók? Ez egy, ez egy olyan dolog, én azt hiszem, hogy mindig is, vagy legalábbis ebben a szezonban egy különleges értéke volt annak, amikor a Miskolc ellen ugye pályára léptünk. Egyrészt ugye ex-miskolci játékosok is vannak most nálunk, illetve hát a, edző is, igen. És edző is, tehát különleges jelentősége van minden egyes mérkőzésnek. És valahogy úgy érzem, hogy, hogy hogy ezt a gátat egyelőre még nem sikerült átszakítani, és mindig egy, egy, egy picit talán a szerencse is melléjük át. Itt az utolsó mérkőzésen, 6 másodperccel a végelőtt előtt kaptuk a kegyelem döfést egyébként, és valamiért, valamiért nem, még nem hisszük el azt, hogy őket meg tudjuk verni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy talán fejben ők egy picit előrébb vannak ebből a szempontból, de, de el kell hinnünk és tudnunk kell magunkról azt, hogy, hogy képesek vagyunk ezt megcsinálni, és jeges medvéket megverni. És hogyha ez egyszer sikerül, és valóban átszakad a gát, akkor azt hiszem, hogy ez menni fog. Hát akkor izgalmas versenyfutásra számíthatunk. Válogatott, ugye az idén a legmagasabb osztályban szerepel a válogatott a VB-n, lesz olimpiai selejtező, és hogyan szolgál a bokád? A bokám, köszönöm szépen, egyelőre rendben van, és hát most nem árulok el túl nagy titkot, úgy, túl nagy titkot, ugye, hogy a, a krakói világbajnokságot azt mondhatom azt, hogy a pad mellől néztem végig. Így van. És, és hát most tanakodom éppen, hogy, 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 hogy mi legyen a, a, következő lépés, hogy mint edzői stábtag, vagy még mint, vagy még mint játékos vegyek el részt ezeken az eseményeken, hát még megy a fejtörés. Mi itt igazából a dilemma, hiszen belekóstolhattál a sérülés miatt a, a stábban való dolgozásba, tehát ami nyilvánvalóan neked is a jövőd lehet majd az aktívos, aktív játékos pályafutás után, de ugyanakkor meg itt van egy, egy olyan lehetőség, ami játékosként is egy így felépített pályafutásban nagyon fontos lenne, vagy lehetne. Mit kell mérlegelni leginkább? A lehetőségeket, hát hogyha hosszú távon gondolkodom, akkor ugye a következő lépés az a, az, az edzőség, tehát Igen. én azt gondolom, hogy ez lenne a következő lépés. Játékosként hál' Istennek megélhettem ezt az átcsoportos dolgot, ráadásul olyan emberekkel, akik tényleg közel állnak hozzám és ez, és ez egy olyan élmény volt, amit azt hiszem, hogy soha nem fogok elfelejteni és az a, 25-6-7 ember sem, aki ezen, aki ezen részt vett. Hát te vagy az a játékos, aki megérte azt, hogy mindenféle divízióban ott volt a jége. C csoporttól elkezdve, igen, így te. van. Tehát a nyitott pályától egészen a fedett Az pályáig. egyetlenként, hogy mindenhol ott voltál, igen. igen. Úgyhogy, úgyhogy, talán ez adhatja az egyik legnagyobb dilemát, hogy, hogy lépjek-e egyet előre az edzői poszton, vagy még, vagy még toporogjak, mint játékos. És mikorra kell ezt neked eldönteni magadban? Hát ez egy, ez egy, ez, egy, ez egy, nehéz dolog, és ez egy határidős dolog, tehát uh, erre a napok, napokban pontot kell tennem, hogy, 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 mi a döntésem. Ez egy nagyon nehéz döntés, úgyhogy uh, nem egyszerű a helyzet. De még most nem tudod, mi a döntés ez még egyelőre, még egyelőre nem. Tehát uh, két része van, az egyik az a, az a lelki része, a másik pedig a fizikális része. Tehát, hogy uh, egyrészt Fizikálisan készen tudok-e lenni arra, hogy, hogy megmérettessek egy ácsoportos szinten 39 évesen, nem tudom, több válműtét után és ilyen sérülések után. A másik a lelki része, hogy mondjuk el tudom-e ezt engedni, ha esetleg úgy döntök, és tovább tudok elépni, mint, mint edző, és amit tavaly elkezdtünk, azt folytassuk tovább be a stábban. A legjobb döntést kívánjuk neked, bár nem lesz egyszerű, és hát jó terveket, megjátékot a matszal. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm én is.